A palacsintasütést már a délelőtti órákban megkezdték. Időben kezdték, mert az emberek sorban álltak a frissen sült finomságért. Van lekváros, cimetes, kakaós, meg eurókrémes. Mióta csináljátok már, mikor kezdtétek el sütni? Reggel 8-9 óra felé. A palacsinta massza keverése nagy boglárka feladata volt. Sót, akkor cukrot, akkor szoktunk betenni ásványvizet és sima vizet is, tejet, akkor lisztet és tojást. A szomorú füzek alatt többen is eszegették a palacsintákat. Valamennyien jó ötletnek tartották a jótékonysági rendezvényt, de úgy érezték, nagyobb reklámot kellett volna csapni, hogy többen jöjjenek el a rendezvényre. Kicsit nagyobb reklámot, hogyha sikerülne csinálni, esetleg médiában is kicsit jobban megjelennének, akkor talán nagyobbra is sikerülhetne. Jövőre már okosabbak lesznek a szervezők is. Ígérte a Greenstone elnöke, egyértelműsítve ezzel, hogy a fesztivált hagyományteremtő szándékkal indították útjára. Ami motivált bennünket, az a jótékonyság, tehát szerettünk volna valamilyen jótékonysági rendezvényt szervezni, mivel magának a szövetségünknek is a fő célja az, hogy szépítsük Kanizsát, vagy hogy tegyünk valamit Kanizsáért, valamit a kanizsai lakosokért. Az eladott palacsintákból befolyó összegből a Greenstone egy kosárlabda palánkot állít majd fel a strandon. Kovács József kiszámolta, a palánk elkészítéséhez 1200 palacsintának kellene elkelnie. Ehhez járulhat hozzá az Adai Tóth Edina énekesnő és a Recycled Bean együttes, valamint az ő koncertjeikre kíváncsi palacsintát majszoló közönség is.